Sziasztok, én Dávid vagyok, és itt vagyok a People Team nyári gyerektáborában, és most zsombot fogom felkelteni. Hát nem, ő fölkelt, de lehet, hogy itt van a közelben. Jó reggelt, ébresztő! Csak egy másik ágyon aludtál, hello! Na mi van veled, ember? Hogy aludtál? Na, jó reggelt! Mi a hányás nálatok? Jó reggelt! Na, mi a helyzet? Iratkozzatok fel! Ó, de elásztál! Mi történt veled, ember? Tessett egy kicsit a szobába, hogy nem hoztam elműszer. Na, hát jó reggelt! Jó reggelt nektek! Így kezdődik egy nap a műkültémben, csak bemutattuk. És ez csak egy átlagos reggel volt. Na, srácok, mi már készen állunk, úgyhogy jöhet a kertés. Jó reggelt, Péter! Szevasz! Ott is a túloldalon, jó reggelt! Szevasztok! Pedig már láttalak! Hát ez nem jött össze. Főkőkőni. Főkőkőni. Kőjetök föl. Kőjé föl. Na, sziasztok! Most már másnap reggel van. Képzeljétek el, Pulcs is tulipáludtam. És van egy vicces történetem, hogy este nem bírtam bezárni az ablakot, és így fél órát az ablakkal szarakodtam. De amúgy így Pulcs is tulipáludtam. Első órára nem kellett mennünk, mert ugye strandra mentek a médiások, de mi nem mentünk. Illetve én második órában forgatni fogok. Úgyhogy, ja, és 45 van, úgyhogy egy negyed óra múlva kezdődik a második óra, addig is összeszedjük a fejünket, aztán zsalunk órára. Nekem ezt az órát vlogolnom kell, úgyhogy megkérdezem az elsődleges kérdést, hogy ki akar innen youtuber lenni. Mindenki youtuber akar lenni, úgyhogy most arra gondoltunk a srácokkal, hogy tanítsunk nekik valamit. Ilyen alaptrükkök, hogy például hogyan tartsák a kamerát, hogyan beszéljenek, hogyha elrontanak valamit vágás szempontjából, hogyan tudják hamar kijavítani. Úgyhogy ilyesmiről fog szólni ez az óra. Strandra, az egész, majdnem az egész tábor, és már itt hatalmas sorokba rendeződtünk, és egészen iráig lóg az eleje a strandra vállalkozó sornak, úgyhogy most menjünk vissza. Na jó, srácok, eljött az a pillanat, hogy a negyedik napunkban a táborba. Elindulunk a strandra, mert hogy itt Kecskeméten van strand is, úgyhogy mi már beálltunk nagy nehezen, tényleg nagy nehezen. Beállt mindenki kettes oszlopba, sorba, mindenhogy. Most viszont, hogyha minden igaz, akkor hamarosan el fogunk indulni. A strandon biztosan fogunk majd csúszdázni, úszni, napozni, labdázni. Apropó, hoztunk labdát, vagy vannak labdát? Ilyen, az mi? Fac utc. Wow. Mint ahogy mondtam, akkor most el fogunk indulni, ott találkozunk. Szolgálati közlemény, 5 percét várunk, és még mindig nem indultunk el. Szolgálati közlemény, már 10 percet várunk itt, és még mindig nem indultunk el. Szolgálati közlemény, hogy már 15 percet várunk itt, és még mindig nem indultunk el, viszont most már nagyon közel, mert talán mintha jelek adódnának arra, hogy el fogunk indulni, úgyhogy reménykedjünk a legjobbakban. Viszont elérkezett az a pillanat, amikor végre megérkeztünk az akvaparkhoz, úgyhogy nyomatni fogjuk, és hamarosan bemegyünk. Szóval egy majdnem negyed órás buszunk után végre itt vagyunk, és hamarosan már szerintem fürödhetünk is. Itt a karszalad, íme! Bent vagyunk, itt vagyunk a strandon. Most nem tudom, mennyire hozzá az élvezethez, hogy konkrétan itt ülnek mellettünk, vagy állnak mellettünk a vízen. Vízilabdások, és itt várják. Vízilabda meccs van most? Nem,
lesz a labda meccs? Ez edző meccs, bocsánat. És végre jött ez a pillanat, hogy már át is öltöztünk a srácokkal, ide letelepettünk, rengeteg törülköző van itt. Ez a mi saját birtokunk. Sziasztok! Viszont hoztam Dávidtól három darab ilyen nagy vízipös, és mint tök jó, mind a három itt van velünk. Pacsi! Szóval, ja, ezeket megtöltjük szépen, ezt a kamerát most itt hagyom, viszont a GoPro az már fenn van a spanomnak a fején, úgyhogy bástya, ez a GoPro-val csúszdát, csúszásokat, meg egyéb mindenféléket fogunk majd videózni. Mi megyünk szétlőni mindenkit. A fürdése egyszerűen elképesztő volt, a srácokat a végén már be is dobáltam a vízbe, úgyhogy mindenki nagyon élvezte az egészet. Szerintem hatalmas buli volt az egész, otthon találkozunk. És megérkeztünk itthonra, én már előkészültem a következő bevetésre. Ezek a cuccok, amiket itt láttok, mind Dávidé, kivéve ez a picike és ez a hajszállítócka. Viszont srácok, az a helyzet, hogy egyszerűen elképesztően elfáradtam a strandon, úgyhogy most egy picit pihentem, beszélgettünk, zenét hallgattunk, megcsináltam olyan, az fontos, hogy nem érzek úgy, mint egy bolond. Viszont ebből adódóan kitalálható lehetett, hogy kezdődik az esti programunk, és azt mondták a kollégák, hogy egyszerűen fantasztikus. Viszont ez az átváltás már unalmas, úgyhogy legyen! És már meg is érkeztünk a focipályára, mögöttem már táncolnak a többiek. Valahogy ilyen tábortánc, erről nem is tudtam, nem mondta senki. Viszont akkor ezt most megmutatom nektek, mert én is kíváncsi vagyok, hogy mégis mi ez. Egyszer voltam ilyenem, amikor volt a vízicsat, ugye arról már láthatatok felvételeket. Ott pedig én elvégeskedtem, úgyhogy nem figyeltem. Hát... El fogni táncolni! Kövessétek, iratkozzatok fel rá, és lájkoljátok a videóit. Saját Instád? Tehát, hogy jó. Ilyet. Nincs. Azért ilyet is ritkán látni, hogy nem promózza a saját Instát. Sziasztok, már itt vagyunk az első programon. Én a strandon nagyon jól éreztem magam, majd egy kicsit később elmesélem, hogy milyen volt. És már táncoljuk a tábortáncot. Szokás szerint most is elkéstem, és késésben is vagyok. De a ma esti program az... El fogjuk táncolni még az előző heti tábortáncot is. A Koboldok városa. Most Koboldok városa lesz, ami nekem személy szerint majdnem a kedvencem, sőt a kedvenc esti programom. És imádom, mindig nagyon jó. És ahogy a múltkori videóban is láthattátok, most is nagyon sok játékot ki fogunk próbálni, és nagyon-nagyon sok pénzt fogunk szeretni. Alexen, szkanderozni egyet, és az nem tudom, remélem én kapom a több pénzt, úgyhogy hát nézzük! Jó, gyerünk akkor, 3, 2, 1. Gyere ide! Jó, feladom. Meg Ali. Hát most az első játékot az Ali feladtam, már el is kapott egy befalakodó tolvajt. Nagyon-nagyon sokat úsztam ma, több mint fél kilométert úsztam ma ott a strandon. Úgyhogy most nem a felkezem meg a vállam, de tudom, ez mind csak kifogás, és gyenge vagyok. Igen, tudom, ezt én is belátom. Ha
játszunk, közös a pénzünk, a végén pedig szétdobjuk egyenlően. Program, amúgy 20.170-et sikerült összegyűjtenünk, ami azért elég szép teljesítménynek mondható. Tekintve, hogy nem játszottunk túl sok játékkal, nem is loptunk, és hát első képzeljétek, az 150.000-et gyűjtött, azt nem tudom ki lehetett, nem mondtak nevet, de hihetetlen. Nekem ez volt a best, a legjobb. De sziasztok, skacok, kijöttünk a YouTube és Minecraft táborosokkal itt a People Team nyári gyerektáborban a focipályára, és egy jó kis X-sát, csatát, háborút vívunk itt a szivacs lövőkkel. Ezeket egyébként a játékszigettől kaptuk, és ezt nagyon szépen köszönjük is nekik. Az elmúlt időszakban bemutattam jó pár ilyen játékot, és most ezzel fogunk egymásra lövöldözni.